Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Bor, hagyományőrzés, kultúra, idén is tízezreket vonzott a szekszárdi születi napok. Zarándoklat, rengetegen látogattak el a bátai kegyhelyhez. Közösséget teremtenek a falunapok, ott talán a fejlődésben látják a program sikerét. Bonyhád Bátaszék félmaraton, több mint 200 induló állt rajthoz idén. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 4 napon keresztül a szüret, a bor, a kultúra és a gasztronómia került előtérbe Szekszárdon. A szekszárdi szüreti napok leglátványosabb eseménye idén is a szüreti felvonulás, a leginkább várt fellépő pedig Ákos volt. A szervezők azt mondják, bevált az árusok elhelyezésének megváltoztatása, így eloszlott a tömeg, és a fesztivál is élvezhetőbb volt, mint tavaly. Színpompás népviseletben élőzenére adták elő koreográfiájukat a Bartina Néptánc Egyesület táncosai a szüreti felvonuláson, ami a szekszárdi szüreti napok leglátványosabb eseménye évtizedek óta. Civilek, néptáncegyüttesek és oktatási intézmények mutatkoztak be a közönségnek, és miközben felvonultak, táncoltak Szekszárd fő utcáján, felelevenedtek a születtel kapcsolatos hagyományok is. A műsort és a népviseletet, illetve az intézmények kreatív formációit idén egy zsűri is értékelte és honorálta. 50-50 ezer forinttal szeretnénk ösztönözni őket arra, hogy ne laposodjon el ez a szerintem Európában is egyedülálló színvonalú felvonulás, hanem gyakorlatilag minél jobban az őszi hagyományokat, a születhez kapcsolódó hagyományokat vonják be a felvonulásba, és legyenek kreatívak. Az óvodai kategóriában a szekszárdi gyermeklánc óvoda előadása nyerte el a zsűri tetszését. A középiskolák közül a Csapó Dániel szakközépiskola, a civil szervezetek, kórusok közül pedig a szekszárdi betyárok viseletét értékelte a zsűri idén. Több változtatást vehettek észre a fesztiválozók a születi napokon. Az egyik ilyen, hogy a sétáló utcában nem helyeztek el árusító helyeket. Sokkal szellősebb van el lehet férni az esti programok során is. Néha úgy érzik, hogy kevesebb ember van, de én azt gondolom, hogy nincsenek kevesebben, csak nagyobb a tér ehhez. Úgyhogy az a, hogy széthúzzuk egy kicsit, és átjárhatóbbá tegyük az a kezdeményezés, az sikerült és jól működik. A szüreti felvonuláson és az azt követő programokon Szekszárd korábbi polgármestere Kocsis Imre Antal is részt vett, aki szerint érzékelhető a Tolnai megyeszékely fejlődése, ami szerinte a szüreti napok szervezettségében, kulturális színvonalában is tetten érhető, ahogy az infrastruktúrában is. Az ország egyik leglakhatóbb és legélhetőbb városa, és ami az utóbbi, a 8-10-15 évben történik, hogy az infrastruktúra is megváltozik, hogy a környezet tulajdonképpen olyan lesz, mint bármelyik nyugat-európai városban. Az idei születi napok legjobban várt fellépője Ákos volt, aki sohasem lépett föl még Szekszárdon. Az énekes dalszerző az elmúlt 30 esztendő dalait adta elő a hatalmas tömeg előtt. Ákos azt mondta, visszatekintve alkotói pályafutására kivételesen szerencsésnek mondhatja magát, mert beleragadt egy gyerekkori álomba, és azt sikeresen éli meg. Nem csak a rock színpadon nyújtott az elmúlt 3 évtizedben maradandót, de irodalmi alkotásai és színházi munkái is kivívták az elismerést. Az én sorsom egyik furcsa eleme, most komikus vagy tragikus, ezt nehéz eldönteni, hogy kicsit olyan, mint a tányérpörgető száma a cirkuszban, hogy mindig 12 tányérpörög a levegőbe, és az egyik mindig így el akar fáradni, és le akar bucskázni, és akkor oda kell ugrani, meg kell tekerni a pálcát alatta. Úgyhogy milyen együtt érzek a kínai tányérpörgető cirkuszi művészekkel, mert az én életem is bizonyos értelemben hasonló. A szekszárdi születi napokra idén több mint 70 ezeren látogattak ki. Több mint 2000 zarándok vett részt a bátai Szentvér templomnál megtartott szentmisén szombaton. A misét Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek celebrálta, aki arról beszélt, hogy a kegyhely már a török dúlás előtt is fontos zarándok helyszín volt, ezért lényeges, hogy ez a jövőben is így maradjon.
Harangszó hívta misére a híveket és zarándokokat szombaton a bátai Szentvérkegyhelynél. Mátyás Márta a családjával érkezett ide, bár Baranya megyében élnek, minden évben elzarándokolnak Bátára. Ő a nagyobbik, a kisunokám. Sommerek nincs messze, és akkor ide elhoztam. De minden évben el szoktunk jönni ide Bátára. Mi miatt szeretnek ide jönni? Feltöltődünk lelkileg. A zarándokok legtöbbje kora reggel gyalogvágott neki a Szekszárdbáta vagy a Mohácsbáta távok valamelyikének. Láncsokról jöttünk, és hatan jöttünk Láncsokról, de Mohácsról zarándokoltunk gyalog. A bátai kegyhely nem véletlenül az egyik legnépszerűbb hazai zarándok célállomás. Ez az ország egyetlen olyan szentvérkegyhelye ugyanis, amit kifejezetten az 1938-ban Magyarországon megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus emlékére építettek újjá. Most, amikor ismét 2020-ban Magyarország ad otthont ennek a Nemzetközi Eukarisztikus Találkozónak, most is felvetődött a Pécsi Egyházmegye püspökatyában az a gondolat, hogy fontos volna ezt a kegyhelyet méltó módon előkészíteni erre az eseményre, ezért egy nagy Európai Uniós pályázat keretében, ugye látható módon, nagyon látványos módon megújult a kegyhely. A zarándoklat részeként Erdő Péter esztergomi bíboros tartott szent misét. A magyarországi egyházfő arról beszélt, hogy a bátai kegyhely már a törökdulás előtt is fontos egyházi helyszín volt, ezért az egyik legfőbb feladat, hogy a felújított Szentvér templom a 2020-ban újra Magyarországon megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszus után is eleven központja tudjon maradni a hazai katolikus kultusznak. Legyen ez a kegyhely nemzetközi viszonylatban is egy vonatkozási pont, ahol hitünknek egy nagyon lényeges igazságával találkozunk. Isten áldja meg az egyházmegyét, Isten áldja meg ezt a kegyhelyet. A bátai zarándoklat körmenettel ért véget. A jövőben is fejlesztéseket tervez a Nagymányokon működő PEMAG Kft. A kábelkonfekció gyártással foglalkozó cég 10 éve működik Magyarországon, ezt ünnepelték meg a telephelyen. Dolgozik a robot a PEMAG Kft. Nagymányoki üzemében, a cég kábelkonfekciók gyártásával foglalkozik, de nem csak a gépeknek, az embereknek is jut munkait bőven. A 10 évvel ezelőtti induláskor 25-en kezdtek még Bonyhádon, bércsarnokban, 2014 óta viszont már Nagymányokon, a saját telephelyükön termelnek, és már a 320 dolgozót foglalkoztatnak. A 10 éves születésnapra a vállalat összes dolgozóját meghívták, sokan elismerést vehettek át több éves, vagy akár már évtizedes munkájukért. Nagyon elégedettek vagyunk a dolgozói létszám fejlődésével. Vannak kollégáink, akik már 10 éve dolgoznak, sokan, akik több mint 5 éve, és rengetegen, akik 3 évnél is régebben a munkatársaink. Úgy gondolom, hogy családias légkör tudunk teremteni, nagyon jó munkafeltételeket, klimatizált gyártási helyiségeket. Igyekszünk, és tudunk is picit többet nyújtani az elvártnál. Az osztrák tulajdonos azt mondja, az elhivatott munkavállalókon túl az autópálya és a jó internetellátottság adta az alapot a nagymányoki letelepedésükhöz. Nagy terveik vannak a jövőre nézve, de hogy milyen irányban fejlesztenek, még nem dőlt el. Mindenképp fejlődni szeretnénk. Azt, hogy milyen irányba megyünk tovább, adott esetben csarnokot bővítünk, technológiát fejlesztünk, megvannak a tervek, megvannak az elképzelések. De konkrét döntés a tulajdonosok részéről még nincsen. Nagymányok önkormányzatának is az a legfontosabb, hogy folytatódjon a fejlődés, ezért minden lehetséges segítséget megadnak a cégeknek. Kard Béla azt reméli, hogy a következő 10 évét is itt ünnepli majd a PEMAG Kft. Én remélem, hogy itt ünnepelheti mondjuk 2-szer ekkora területen, mert a fejlesztésre szükséges területeket már megvásárolták. Én kapacitálom őket folyamatosan, hogy fejlesztenek. Itt a munkaerő hiány, ez a nagy fék. Ennek érdekében próbálunk úgy fejleszteni a városba, hogy legyenek lakások, házak, hogy munkaerőt tudjunk ide toborozni, és akkor biztos, hogy a fejlődés töretlen marad. Az ünnepségen a vendégek magyar és német nyelvű üzembejáráson is részt vehettek. A falunapok közösségteremtő erejét méltatta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Attalai falunapon. A településen hagyományosan szeptember 2. hétvégén tartják meg a rendezvényt. Attala polgármestere szerint a folyamatos fejlődésnek köszönhető a mostani programok sikere is. Az Attalai Aprókháza óvodás csoport műsora nyitotta meg a falunapot a Dombóvár melletti községben.
Az idei rendezvényén a táncos műsorokra fektették a hangsúlyt a szervezők, az óvodások mellett a balatonszászói néptáncosok is műsort adtak az érdeklődőknek. A település polgármestere Gelencsér István 12 év után leköszön a község éléről, így még egy utolsó nagy rendezvénnyel megköszönte a bizalmat a talalakóinak. A 12 év alatt én azt gondolom, hogy ami fejlődése ment át Attala, az meglátszik, sikerült szinte minden utat aszfaltossá tenni, a járdákban nagyon sok mindent tudtunk elérni, és az összes önkormányzati épületet sikerült felújítani, de ennél több is van nyilvánvaló. A falunapon részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki köszöntőjében kiemelte, a polgármesternek nagy szerepe volt abban, hogy a település ilyen mértékben fejlődhetett. A falunapok közösségteremtő erejéről is beszélt az egybegyűlteknek a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Nagyon fontos az, hogy egy-egy közösség, egy-egy falu hogyan ünnepli meg a nemzeti ünnepeit, illetve milyen közösségteremtő eseményeket tud kínálni a falu számára. Ilyen események a falunapok. Most ezeknek a sorát éljük, hiszen nyár végével, az ősszel szüreti mulatságok, különböző rendezvények vannak szinte minden településen, és ezek jók arra, hogy a falu ne csak együtt élő embereket jelentsen. Az Attalai falunapon a felnőttek főzőversenyen vehettek részt, míg a gyerekeknek körhintát, ugrálóvádat és különböző játék lehetőségeket kínáltak a szervezők. 25 éve hozták létre az ország egyetlen ma is működő templomiskoláját Győrében. A kerek évfordulót pénteken ünnepelték a település lakói. Büszkeségfalra kerültek a győri templomiskola elmúlt 25 évét bemutató fotók. A fotomontást az intézmény tanárai és diákjai közösen készítették el az iskola megalakulásának 25. évfordulójára. Győrén éppen negyed évszázada, 1994-ben vette meg a helyi önkormányzat az evangélikus templomot, hogy iskolát csináljanak belőle. Hogy itt állt az evangélikus templom teljesen lepusztult állapotban, az evangélikus hívek ugye ki lettek telepítve, maradtán egy 5 család, evangélikus család, és meg akartuk menteni a templomot. Tehát két dolog foglalkoztatott minket, iskolát étesíteni, templomot megmenteni. A mostani ünnepi műsoron az oktatási hivatal hajdani tisztviselője is részt vett, aki segített az iskola létrehozásában. Bár 25 évvel ezelőtt voltak, akik kételkedtek a győri templomiskola fennmaradásában, az idő nem őket igazolta. Az intézménybe ugyanis néhány éve egyre több diákot iratnak be. 82 diákunk van jelenleg, és az egyéni bánásmód igényével érkeznek többnyire a településünkre, mert az egyéni bánásmód az nálunk nem csak egy szlogen, egy ürességéret, hanem azt gondolom, hogy mindennapi gyakorlat. Az ünnepre a pedagógusok meglepetéssel is készültek, zenekari kíséret mellett ugyanis kórusszámokat adtak elő. A Bonyhád-Bátaszék közötti félmaratoni futóverseny sajátos hangulat és a 24 kilométeres szakasz domborzati kihívásai miatt sokan választják minden évben az edzett amatőr futók, nem csak Tolna megyéből, több mint 200-an sorakoztak fel idén is a bonyhádi rajtnál. A szép napsütés és kora őszi idő még a hezitálókat is meggyőzte, ott a helyük a rajtnál a Bonyhád-Bátaszék hagyományos futóversenyen. Mintegy 200-an gondolták így az idén, hogy egyénileg párban vagy éppen trióban teljesítsék azt a félmaraton, ami sok szempontból több egy sima 21 kilométeres félmaratonnál. Már eleve a táv 24 kilométer. No és a Bonyhád-Börzsönyi hosszan elnyúló emelkedő, a fél távnál a mórágyi magaslatok leküzdése nem egyszerű annak sem, aki futott már félmaratont, de ennél simább terepen. A Tolna megyei amatőr futók mellett jönnek edzésgyanánt és a táj szeretetéből is, ismert amatőr maratonisták, sőt ultrafutók, távolabbról is. Akiket látok, Bogárdi Szilvia, ugye most 24 órás világbajnokságra készül Albiba október közepén, de ő most csak egy nagyon könnyű edzésként kezeli ezt a versenyt. Itt van a párja, Jakapázi Miki, szintén terepultrás, illetve hát nagyon sok barátom jött Budapestről. Ami a korosztályok felett álló végső győztest illeti, az volt a kérdés, képes lesz-e valaki végre felvenni a versenyt az immáron 4-szeres Bonyhád-Bátaszék győztes Szekszárdi Orszor Zoltánnal, aki rá is pihent erre a versenyre. Most is bőven 1 óra 30 percen belüli eredményre volt képes. Nem volt komoly ellenfele Zolinak ezúttal sem, 4 percen belüli 1000 métereket is futva rajt célgyőzelmet aratott.
Az első célba érkező női versenyző, vagyis a női abszolút győztes, a szintén Szekszárdról érkező, a 30-40 közötti korosztályba tartozó dr. Ágoston Piroska volt, aki még 2 órán belül ért célba. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Állattenyésztési napok Kaposváron 13. alkalommal várták a szakmát és az érdeklődőket. Sürgősségi napok, óvodások és iskolások tanulhatták az életmentés alapjait Pécsen. Ismerkedés, kapcsolatépítés jó hangulatban, lobbipartit tartottak Szentlőrincen. Hétvégén rendezték a kaposvári állattenyésztési napokat, a Dunántúl legnagyobb állattenyésztési kiállítását. A Kaposvári Egyetem 13. alkalommal várta szakmai és közönségprogramokkal az érdeklődőket. A hazai mezőgazdaság 1/3-át teszi ki az állattenyésztés. Lovak, fogatok, szarvasmarhák a Kaposvári Egyetem lovardájában péntek reggel. Itt tartották a 13. állattenyésztési napok megnyitóját. Az eseményen részt vett a mezőgazdaságért felelős államtitkár is. Feldman Zsolt azt mondja, a magyar állattenyésztés a mezőgazdasági termelés 1/3-át teszi ki, komoly exportértékkel bír. Ráadásul sok ember megélhetését jelenti. Több mint 121 milliárd forintnyi olyan pályázati forrás biztosítunk az ágazat fejlesztéseinek megvalósítására, istáló korszerűsítésre, új istáló építésre, vagy akár trágyatárló korszerűsítésre, amivel versenyképesebben termelnek, és talán az sem mellékes, hogy azért, hogy az európai versenyben eredményesek tudjak lenni, jövedelempótló támogatások révén közvetlenül az ágazat itt is közel 50 milliárd forintnyi forráshoz jut, ezáltal tud eredményes és versenyképes maradni. A megnyitó után az államtitkár és a díszvendégek megnézték a kiállító termelők, cégek standjait a rendezvény helyszínén. Az állattenyésztési napok része a családoknak szervezett programok, a gazdákat pedig szakmai előadásokkal várják, mondja az egyetem rektora. Nagyon sok szó esett a precíziós mezőgazdaságról, milyen műszaki, informatikai feltételrendszer szükséges ez, illetve hogy ezek milyen további kihívásokat eredményeznek majd az állattenyésztésben. A mai mezőgazdaság már nem ugyanaz, mint 10-20 éve volt akár, mondja a rektorasszony. Tolhatunk itt a fejőrobotokra, különböző informatikai rendszerekre, takarmányozási technológiákra, amelyek gyakorlatilag ma már szinte állatra egyedileg lebontva tudják a táplálóanyag szükséglet biztosítását, stb. De természetesen ez nagyon magas biológiai, műszaki, informatikai alapképzettséget is igényel. Ezt a tudást adják át a Kaposvári Egyetem állattenyésztési képzésein. Céljuk az egyetemi fejlesztéseikkel, hogy a jó minőségű, biztonságos élelmiszer alapanyag előállítását segítsék a jövő agrár szakembereinek képzésével. Újra megtelt a Szentlőrinci vásártér, ezúttal a kisváros hagyományos lobbipartiára várták a baranyai politikai élet, a közigazgatás szereplőit, illetve a helyi cégek, vállalkozások képviselőit. Már 2 évtizede zajlanak ezek a jó hangulatú találkozók, ahol lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre. Idén különlegesség, hogy az önkormányzati ciklus lezárása előtt tartották a lobbipartit. Régi vonalas telefon, bélyegző, sapkák, egyenruha, még egy motor is kikerült az adóhatóság standjához. Így várták az érdeklődőket a NAV munkatársai a Szentlőrinci lobbipartin pénteken. Azt gondoltuk az idei évben, hogy valami újdonságot is bemutatunk a szokásos szóróajándékokon, játékokon kívül, ezért felkerestük a pénzügyőr és adózástörténeti múzeumunkat, mert ilyennel rendelkezünk Budapesten. Nagyon komoly adózástörténeti, illetve pénzügyőri történeti relikviáink vannak. Ebből hoztunk egy 1980-as évek béli irodát, illetve akkora beli pénzügyőr egyenruhákból, legalábbis felöltőkből néhány példát, valamint egy igazi pénzügyőr retro motort is hoztunk kiállításba. A kiállításon túl az ismerkedés, a háttérbeszélgetés a lényeg a lobbipartin, ami segítheti többek között a megyei gazdaság fejlődését. Így gondolják a Lafarge szemengyárnál is. Azért, mert itt van az összes olyan szereplő a megyében, illetve a környéken, akik számunkra fontosak. Ugye nem titkolt a mi egyik alapvető értékünk a helyi közösségek támogatása, és ez
egy útta a CSR tevékenység, illetve egy másik útta pedig egy gazdasági szerep is. Itt vannak azok a cégek, azok a vállalkozások, azok a politikusok, azok a döntéshozók, akikkel tulajdonképpen mi az egész év során együtt dolgozunk, és akkor ez számunkra egy külön lehetőség, egy külön ünnep, amikor így tudunk egy kicsit kötetlenül beszélgetni. Az idei lobbiparti különlegessége, hogy önkormányzati választások előtt áll az ország, így Baranya megye települése is. A pártok is erőteljesebben vannak ebből kifolyólag, a választásból kifolyólag ők is többen vannak. Nagyon fontos az, hogy az együttműködés meglegyen. Tehát én korábban is azt mondtam a ciklus elején is, most is azt mondom, hogy Baranya megyének, bárhol máshol is, de bennünket ugye elsősorban most Baranya érdekel, tehát Baranya megyének létszükséglete az, hogy megfelelő együttműködés legyen, legyen a politikai döntéshozók között olyan kompromisszumkészség és olyan együttműködési szándék, ami előre tudja vinni a megyét. Ha a politikai döntéshozók a megye érdekében össze tudnak fogni, az gazdasági élénkülést eredményezhet, mondja a polgármester. Ez segíti a Szentlőrinci lobbiparti, ahol önkormányzati és államigazgatási szereplők, illetve a hatóságok képviselői találkozhatnak a helyi vállalkozások cégek vezetőivel, így erősítve azt a kapcsolati tőkét, amelyből profitálhat a megye. Az újraélesztés fontosságára hívták fel a figyelmet a pécsi Széchenyi téren. Egy villámcsődületet szerveztek az Egyetem Egészségtudományi Karának hallgatói. Ennek keretében óvodások és iskolások tanulhatták meg az életmentés alapjait. Ez a program a sürgősségi napok nyitó eseménye is volt egyben. A fehérbe öltözött gyerekek egy szívalakú gumilabdán gyakorolhatták a szívmasszás technikáját. Egy sokak által ismert zene ritmusára mozdult egyszerre több mint 100 kéz. A szervezők szerint minél korábban el kell kezdeni az életmentés alapjaira tanítani a gyerekeket, akár játékos formában. Nagyon-nagyon lényeges, hogyha nem is az újraélesztés abszolút szakszerűségére törekszünk, de a minél korábbi életkorban a segítségnyújtói attitűdnek a kialakítása az elengedhetetlen. Értelemszerűen az óvodásoknak nem azzal a módszertannal tanítjuk az újraélesztés technikai fogásait, mint mondjuk a gimnazistáknak, de a lényeg, hogy ahogy növekednek és ahogy a fizikai adottságaik ezt lehetővé teszik, magát a készséget is fogják tudni hozni magukkal. 127 kamarai védnöki táblás vendéglátóhely üzemel a Balaton körül, most pedig újabb 10-et adtak át az arra érdemes vállalkozásoknak. Somogy megyébe 5 került. A cél a színvonalas és vendégmarasztaló üzletek szakmai elismerése. A táblát átveszik Nagy Tamás tulajdonos és Vaszilko Dániel főszakács. Az egyik díjazott somogyi vendéglátóhely az 5-ből, amely az idén a kamarai védnöki táblát elnyerte. A díj célja a balatonparti vendéglátóhelyek szakmai elismerése és népszerűsítése, valamint a szolgáltatások állandó magas szinten tartása. 127 védnöki táblás hely üzemel a Balaton körül, és a mai nap pedig 10 új tábla átadására kerül sor. A minősítés megszerzéséhez a vállalkozásoknak először egy önminősítést kell végeznie, majd ezt követően a másik két megyéből érkező értékelő csoport is próbafogyasztást és ellenőrzést végez, meggyőződve az összes szempont teljesüléséről. A legtöbb vállalkozó a siker kulcsát abban látja, hogy helyi alapanyagokat vásárol helyi termelőktől, nem nagy választékkal, viszont azt minőségi módon elkészítve. A kis választék és a szezonalitás követése az mindenképpen a minőség fejlesztésében nagyon, nagyon fontos. És nekünk ez a hitvallásunk, mindent próbálunk vagy magunk előállítani, vagy helyi termelőktől vásárolni, ami nem könnyű, mert ezeket a beszállításokat összehangolni, ez mindig nehéz. A védnöki táblát nem elég csak megszerezni, meg is kell tartani, hiszen a díjazottakat 3 évente újból ellenőrzik, és ha az üzlet színvonala romlott, a tábla visszavehető. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Bor, hagyományőrzés, kultúra, idén is 10 000-eket vonzott a szekszárdi születi napok. Zarándoklat, rengetegen látogattak el a bátai kegyhelyhez. Közösséget teremtenek a falunapok, attalán a fejlődésben látják a program sikerét. Bonyhád Bátaszék félmaraton, több mint 200 induló állt rajthoz idén. Kedden élénk szél mellett már hűlni kezd a levegő, gyakran lesz erősen felhős az ég, de napsütés is várható, elvétve pedig előfordulhat kisebb zápor is.
Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!